Végül mégsem lett a foci csuka leadva klubkoordinátor Újpesten, hanem elszerződött veterán csatárnak az MB3-ba, Kabát Péter a Győri Etóban liláról zöldre váltott, rúgja a gólokat, ahogyan a csapat is a feljutásért küzdve. A Magyar Kupában pedig jöhet az MB1 listavezetője, Péter a vendég. Szia, jó reggelt! Jó reggelt! Hát az, hogy eljöttél Újpestről, és az iroda helyett maradt végül is az a szép zöld gyep, azt nem bántad meg azóta? Nem, abszolút nem, hiszen életem a labdarúgás, a foci, nagyon szeretem, és nyáron tényleg abba hagytam egy másfél hónapra, de utána úgy rájöttem, és nagyon szerettem volna még játszani, és akkor jött a győri lehetőség. Tehát azt mondod, hogy hiába ezek az elborzasztó színek számodra, inkább a zöld gyepen, zöld mezben, mint a lila irodában. Hát így azért megfogalmazva, az egy elég durva, de én nagyon szeretem, nekem az első csapat az Újpest, tehát az imádott csapatom, de még szerettem volna focizni, így jött a győri lehetőség, Vörösbaranyi Józsi barátom, menedzserem keresett meg, és a győri vezetők nagyon-nagyon korrekt ajánlatot tettek. A más kérdés volt, hogy persze, hogy zöld a mezünk, de azért nem mindegy, hogy milyen címer van rajta. Úgyhogy én nagyon szeretem az Etót, és tényleg befogadtak ott a szurkolók, már az elejétől fogva azt éreztem, hogy tényleg, hogy szeretnek, és hogy szeretnék, hogyha segíteném a csapatot a feljutásba. Úgyhogy tényleg nagyon jól érzem magam, és tényleg egy nagyon jó társaságba, egy nagyon jó csapatba kerültem. Milyen erős csapatba kerültél? Mik az erősségei ennek a csapatnak azután, hogy ez a klub az ismert körülmények között összeomlott? Hát a NB3-ban én szerintem kijelenthetem, hogy a legerősebb keret az az Etónál van, tehát nálunk. Hát olyanok vagytok, mint tavaly a Spari volt? Hát mondhatni igen, tehát nekünk az elsődleges célunk nem lehet más, mint a feljutás, tehát itt a szurkolók, a város, a klub vezetői, mindenkinek egy a célja, tehát meg is érdemli ez a város, hiszen ennek a csapatnak az NB1-ben a helye. Ilyen környezetben, ilyen edzőpályákkal, amikkel az Etónak van, meg a stadion, tehát egyértelmű, hogy szerintem most egy olyan 12 NB1-es csapatból szerintem 8-nál nincs ilyen körülmény, úgyhogy azon dolgozunk minden nap, hogy sikerüljön feljutni, nem könnyű, tehát pont beszéltük az öltözőbe is, azért egy jut föl, tehát itt a bajnok fog feljutni. Tavaly 2 jutott föl, azért úgy könnyebb lenne, hogyha 2 csapat jutna föl, de mindenképpen felszeretnénk, és ez a célunk. Na most, ha nem ez lett volna Bekő Balázs vezetőedző célja, meg a klub célja, hogy feljussatok, azért, hogy az NB3-ban még úgy levezes elfocizgass, azért nem mentél volna oda? Akkor nem mentem volna. Akkor abba hagyod a focit, hogyha nem biztos, hogy abba hagyom, de itt ez egy olyan lehetőség volt, és egy olyan terv volt itt Győrbe, tehát amikor én ott lementem többször tárgyalni, én tudtam, hogy olyan csapatba szeretnék futballozni, ahol komoly célok vannak, tehát mindig is olyan játékos voltam, aki szereti a kihívásokat, tehát itt Újpesten itt nem is kell erről beszélni, itt mindig is győzni kellett, és ez itt Győrbe sincs másként, úgyhogy itt nagyon nagyok az elvárások, tehát én nem szerettem volna egy középszerű csapatba játszani, én szerettem ezeket, hogyha mindig meg kell felelni, és ez most sincs másként. Most Péter, hogyha már ezt a csapatot az egész NB3 legerősebb keretű gárdájának nevezted, akkor játszunk el a gondolattal, helyezzük el egy pillanatra ezt a csapatot most az NB2-be. Ott nem lenne kieső? Biztos, hogy nem lenne kieső, tehát itt NB1-es játékosok, volt NB1-es játékosok, vannak, nem egy, nem kettő. Itt én azt mondom, hogy egy olyan 11-13 olyan játékos van, aki szerintem már játszott NB1-be, vagy sok NB1-be. Tehát jelen játék tudásával is simán NB2 középmezőnyt. Hát szerintem adnán. még följebb lennénk. Hát mondjuk elég erős az NB2, mert nézzük, tehát ott van 5-6 csapat, akinek tényleg komoly esélyei vannak az NB1-be való feljutásra. Én azt mondom, hogy az első hatban... Hát ott van például igazgatótok Sós Imre előző csapat, a Kisvárda. Hát a Kisvárda is ott van második, igen, harmadik helyen, feljutó pozícióba, tehát ott nagyon nehéz lenne most eldönteni, hogy ki az az első kettő, aki fel fog jutni, de én azt mondom, hogy az első hatba... Ott lennétek? Szerintem olyan 6-7. Helyen biztos, hogy ott lennék. És akkor az a terv egyébként, ahogyan az Nyíregyházán is volt, hogy évente osztályt ugrani?
Hát most az elsődleges cél, hogy az NB3-ból feljutni, és akkor én szerintem NB2-be is persze egyértelmű, hogy egy éven belül az NB1 a cél. Ott azért már másként kell, meg más, lehet, hogy egy-két játékossal megerősödve azért megcélozhatnánk azt, hogy feljussunk az NB1-be. Változatlanul többes számba beszélsz, ott leszel akkor is? Pont, úgy vagy vele, mint nagy kedvencet, Francesco Totti, hogy Francesco. Van élet 40 fölött? Szerintem van élet, jól érzem magam, nem vagyok sérült, végigjátszom a mérkőzéseket, hála Istennek a gólok is jönnek, de nekem most nem az a cél, hogy én gólkirály legyek, hanem az a cél, hogy segítsem a csapatot. Akkor téged, bocsáss meg, hogy közben nem is zavar ez a szerep, hogy csak úgy, mint Újpesten a végén, itt is inkább csereként számít rád. Hát nekem az én az egész felkészülést kihagytam, tehát én itt másfél hónapot kihagytam. Amikor elkezdtem edzeni Győrbe, akkor 2 hetet edzettem, utána volt egy tévés szereplés, úgyhogy én az egész nyarat, tehát az egész alapozást kihagytam, tehát utol kellett érni magamat. Tehát én tudtam, hogy az első időben egy 20-25 perceket fogok játszani, de én szeptember óta nem hagytam ki edzést, úgyhogy én utolértem magam, az utolsó 3 meccsen végigjátszottam. Na most, hogy ezzel együtt már 7 gólnál tartasz, az NB3-ban sokkal könnyebb, mint az élvonalban csatárként, vagy van-e olyan nehézsége például, hogy egy Kabát Péterre mindenki utazik, hogy majd most én megmutatom? Hát azért más szint az NB3, mint az NB1, nem lehet összehasonlítani, azért sokkal gyorsabb a játék NB1-be, mint NB3-ba, de itt is vannak csapatok, akik ellen nehéz, ellenünk mindenki beáll, tehát tudják, hogy jön az Eto, tele NB1-es játékossal, nagyon sokan visszaállnak, 8-9 emberre, egy csatárt fönt hagynak, tehát nagyon nehéz. Egyébként nagyon nehéz megnyerni az NB3-at, sokkal könnyebben maradni mondjuk NB2-ben, mint NB3-at megnyerni. Biztos utaznak rám, meg azért a nevem, vagy amit letettem az asztalra, biztos, hogy azért a védők másként néznek rám, de azért vannak rajtam kívül más olyan játékosok is itt a Eto csapatában, akiktől lehet félni. Na most a gólok mellett egyébként, ahogy nézem, elég szépen gyűjtöd a sárgalapokat is, ennek mi az oka? Hát igen, én eléggé ilyen vehemens játékos voltam, kicsit leigadtam már, de még azért nem annyira. Nem annyira, mert én soha nem tudtam. Azt majd 50 fölött. Tessék? Azt majd 50 fölött. 50-60 év fölött, de nem tudok veszteni, tehát ez mindig is benne tehát volt Duma, a véleményben. Tehát főként Dumáért van akkor. Hát nem Duma, meg amikor mondjuk egy kicsit hosszabban szöktetem magam, oda csúszok, rácsúszok. Igen, tehát a 4-ből 3-at biztos hülyeségért kaptam. Na most, ha már itt a veteránokról beszéltünk, a Eto jelenlegi teljesítménye és tudása mire lehet elég a kupában, ahol meg egy óriási kihívás van, hiszen a listavezető Vasas ellen léptek pályára, és hogyha ma ott vagyunk, akkor a Vasas egy ismerős csapat, a Vasas is volt a csapatod, és a Vasasban is ott van egy néha-néha beálló, de hát a hatalmas meccseket eldöntő támadó Ferenc István. Igen, holnap fogunk játszani pont a Vasassal, tudjuk, hogy nem mi vagyunk az esélyesek, nem hiába vezetik az NB1-es tabellát, nagyon jó játékosaik vannak, és ahogy néztük, nagyon sok fiatal is van, tehát az első perctől kezdve a 90. percig küzdenek, hajtanak, jó szervezettek, de nem feltartott kézzel fogunk nekivágni, hiszen a Debrecen ellen is már megmutattuk, hogy le tudtuk győzni a nagyobb tudású ellenfelünket. Meglátjuk, biztos sokan fognak kijönni, úgyhogy mindenképpen ott szeretnénk lenni tavasszal is a kupába, de nekünk az elsődleges célunk a bajnokság megnyerése. Hétvégén a Kaposvárral játszunk, ők a harmadikok, egy rangadó lesz, nekünk az fontosabb, mint a kupa. A kaposváriak is gólesőre számíthatnak, mert ugye egyre többször győztök nagy gólkülönbséggel, és elég rendesen termeltek, lassan az 50-nél jártok. Hát igen, elég sok gólt rúgunk, hála Istennek, de azért vannak olyan meccsek, amik nyögvenyelősek. Meglátjuk, nekünk jó lenne, hogyha 1-0-ra nyernénk, csak nyerjük meg, nekünk a 3 pont az mindenképpen kell, és úgy szeretnénk zárni ezt az őszi szezont, hogy ott vagyunk az érd mögött szorosan, most már csak 3 pont, mert most hétvégén kikaptak, jó lenne, hogyha mondjuk egy ugyanannyi ponttal fordulnánk, meglátjuk. Na most, ha azt mondod, hogy a kupa másodlagos, mert most föl kell jutni, de ez a hatalmas bravúr sikerülne, játszunk el a gondolattal, és hát ha szembe kerülni egyszer a kupába az Újpesttel, az már egy keményebb lelki feladat lenne?
Ezzel még nem játszottam ezzel a gondolattal. Volt itt a sorsolás, benne volt a pakliban, hogy esetleg az Újpesttel sorsolnak össze. Nem lenne könnyű, nem tudom, hogy ezt hogy viselném, de hogyha ez létrejönne, akkor tavasszal még ott állnánk a kupában, úgyhogy az azért nem lenne rossz, hogyha ez összejöhetne. Na és hogyha már arról beszéltünk, hogy van élet 40 fölött, főként az NB2-ben, akkor azt mondd meg, hogy azt el tudod-e még képzelni, hogy még NB1-ben is futballozzál újra? Egyértelmű, hogy el tudnám képzelni. Én úgy érzem, hogy vagyok olyan edzettségi állapotban most már szeptember óta, hogy tudnék játszani. Tehát egy újonc visszajutó Győrben még az NB1-ben is újra pályára lépni? Hát az akkor, hogyha leghamarabb az 1-2 év. Igen, erről beszélünk. De hát akkor mind a két osztályba, tehát úgymond meg kell nyerni, vagy másodosztályba legalább az első kettőbe lenni, el tudom képzelni, igen. Nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogy mikor fogom én azt mondani végső utolsó szójogán, hogy én abba hagyom a profi labdarúgást, nem tudom. Tehát ameddig így érzem magam, nem vagyok sérült és élvezem a focit, és így érzem magam a bőrömbe, akkor mindenképpen még szeretnék játszani. Az, hogy meddig, azt majd meglátjuk. Minden esetre akkor még hosszú időt kívánunk neked. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen.